Staud Gábor jobbikos képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Itt sok minden elhangzott az előzőekben, én szeretném némileg megismételve, némileg egy-két új aspektus behozva megvilágítani röviden a témát. Azt hiszem, az tény, hogy az elmúlt időszakban, és hát az elmúlt időszakot meglehetősen kiterjesztve kell értelmezni, volt egy olyan felfogás, akár közfelfogás is, de az állami szervek részéről bizonyosan egy ilyen beállítása, és a politika csak ráerősített a dolgoknak, hogy akinek fegyvere van, az militarista, megátalkodott ember, aki szeretne szerezni, az nyilván tömeggyilkolási és egyéb potenciálisan tömeggyilkos célokra szeretné azt használni, és egyfajta megkülönböztetést, egyfajta lesújtó véleményt között akár a média is azok irányába, vagy azokkal szemben, akik akár vadász, akár sport célokra lőfegyvert tartottak. Ezt lehet természetesen tagadni, de elég olyan sportlövőkkel, vadászokkal beszélni, akik részletesebben és mélyebben benne vannak a témában, vagy akár a híradásokat megnézni, és ezt a szemléletet beigazolva láthatjuk. Ahogy mondtam, ezt a és legfőképpen a liberális politika csak megtette az utóbbi időszakban. Természetesen olyan az elmúlt időszakban vicces külföldi nyilatkozatok is napvilágot láttak, például Ján Szlotának a nyilatkozata, miszerint néhány vadász el tudná foglalni a Felvidéket, vagy vissza tudná néhány magyar vadász foglalni, tehát ezek a vicc kategóriák, de ezek is rámutatnak arra, hogy milyen szemlélettel, vagy milyen akár riogatási szemlélettel és bírnak egyesek akár határainkon kívül is. Tehát ez volt a magyar valóság. Emellett a szabadság hazájának nevezett Amerikában éppen ellenkező gyakorlat és ellenkező szemlélet sodott meg több száz év alatt. Ott a fegyvert és a fegyvertartást a szabadság és a szabadságjogok legfőbb zálogának tartják. Ott fel sem merült sohasem, hogy egy szabad amerikai állampolgár ne tarthatna fegyvert és ne védhetné meg a javait. Mégsem mondjuk azt, hogy Amerikában bármiféle gond lenne a demokrácia felfogása, illetve hogyha mondjuk, akkor bizonyára nem emiatt a felfogásuk miatt. És egyébként nem gondolom, hogy emiatt ott összeomlott volna a társadalom, hogy nagy mennyiségű fegyver van egyébként kint. Nagyon jó, és megint egy jogi aspektus, hogy az alaptörvényben alapvető jogként lett a jogos védelem szabályozva. Ez üdvözlendő, egy szép szlogen, csak sajnos, és itt van a kérdés, és ennek a törvénynek is kellene, vagy még inkább erre kellene választ találnia, tudjuk, hogy ez pont jelent. Nem tudjuk, ezt egyébként büntető jogász professzorok elmondták a médiában, találgatások sora hangzott el, hogy tulajdonképpen a jövőben a joggyakorlat, a jogalkalmazás hogy fogja ezt a kategóriát alkalmazni. Nagyon örülünk neki, hogy ez bevezetésre került, de azt azért már érzékelhető, hogy ez jóval szűkebb kategória lesz annál, mint azt korábban itt az új alaptörvény bevezetése kapcsán néhány médiumban, vagy akár jogászok szájából is megjelent. Tudnélik elhangzott, hogy itt akár az arányosság követelménye is bizonyos esetekben mellőzésre kerülhet, és a jogos védelem az egy valóban indokolt mértékben kibővítésre kerülhet, de sajnos a joggyakorlatban ezt még nem látjuk megvalósulni. Tudom, hogy a BTK módosítás az lehetőséget teremt arra, és szintén itt a jogos védelem esetét egy kicsit tágítja, hogy nem kell kitérni például a jogtalan támadás elől. Ez természetesen az előző évek gyakorlatához képest egy nagy előrelépés, de azért még mindig nem az a cél, amit el lehetne érni, vagy amit a magyar közállapotok indokolnak. Illetve a megelőző jogos védelmi eszköz bevezetése és olyan cél, vagy egy olyan BTK-ban szabályozott jogállási elem, ami egy jó irányba tett lépés, de szintén, és ezt nem csak én, hanem jogprofesszorok, jogi egyetemen tanító tanárok elmondták, hogy egyelőre ezt egy
fából vaskarikának érzi a szakma, hiszen nehezen értelmezhető, hogy akkor, ahogy mondtam, ez a jogos védelem pontosan mire és hogy fog vonatkozni a gyakorlatban. Én úgy gondolom, hogy a törvény részben ezekre a kérdésekre, illetve a mentalitás váltásra feltétlenül választ kíván adni. Államtitkár úr nagyon helyesen elmondta, és egyébként jó is volt hallgatni, mindig csak a kritika kemény szaván éljünk, hogy valóban, és ez többször elhangzott itt a mi frakciónkban is, nem csak most, hanem korábban is, nem a jogosan tartott fegyverekkel követik el a legtöbb bűncselekmény, nem csak amiatt, hogy számtalan vizsgán keresztül kell esni, aki ezt megkapja, és általában lövészegyletben, lövészegyesületben, vadásztársaságokban azért az egymásra figyelés is megvalósul, tehát tudják azok a körök, hogy kik azok, akiknél fegyver van, egymásra is jobban oda tudnak figyelni, az állam is nyilván tartja. Ez az egyik fele, ez az emberi fele a dolognak. A másik fele, hogy bűnüldözési szempontból is nyomon követhetőek ezek a fegyverek. Még akkor is, hogy esetleg valakitől ezt ellopják, valaki esetleg ezt eladja vagy átadja, akkor is a nyomozó hatóságok nagyon gyorsan utána tudnak járni. Milyen módon került ki a jogos tulajdonos vagy birtokosnak a birtokából ez a fegyver, és amennyiben neki ebben része volt ebben az átadásban, akkor, ahogy a bűnüldözést ismerem, egyébként nagyon gyorsan rá fognak jönni, és ki fogják kezdeni. És egyébként erre a BTK szabályok elég szigorú szankciót is adnak, hogy hát egy megfelelő büntetést is meg fog kapni hozzá. Tehát ezt jó volt hallani, és ennek örülünk. Amit viszont szeretnénk, és ez akár itt, ahogy az Agyva képviselőtársam is elmondta, fegyver tartásnál, fegyverviselésnél is megvalósulhat, hogy kerüljön bele a törvénybe, és legfőképpen ez az otthonvédelem esetére vonatkozik, és nem feltétlenül erről a törvényről beszélek, tehát itt most akár a BTK-ról vagy a magyar jogrendszerbe, hogy bizony az otthonvédelmet eszközzel erősítsük meg, akár ez lehet a lőfegyverrel való megvédése is. Tudom, hogy ez egy szigorú szabályozást igénylő, és egy komoly téma, ahol nyilván a liberálisok is fel fognak hördülni, és azt fogják mondani, hogy itt van a világ vége, de bebizonyosodott, és megint csak az amerikai példát tudom mondani, hogy ha megvan az esélye annak, hogy abban a lakásban, vagy abban a házban, vagy Amerikában, azon a tanyán, magyar viszonyok között is az elhagyatottabb tanyavilágban, akár fegyver is lehet, és ezt a fegyvert önvédelmi célra, a saját területére betolakodó ellen fel is használhatja az ott élő, akkor bizony ez kellő elrettentő erőt fog adni, bizony azok a bűnözők kétszer is meg fogják gondolni, hogy oda bemennek-e. Úgy gondoljuk, hogy ez a minimum, amit meg kellene adni a magyar társadalomnak, és ebben az esetben az arányosság követelményét sem tartjuk elvárhatónak. Aki bemegy, és aki tolvajlási, rablási, sok esetben a gyilkolási, ha nem is egyenes, de esetőleges szándékkal, az emberölési szándékkal bemegy, akkor bizony számoljon azzal, hogy az életét is ott hagyhatja. És bizony lesznek olyan esetek, amik bejárják majd a magyar sajtót, amik a jogi társadalmat esetleg megosztják, amelyek a bírói jogalkalmazást egyfajta gyakorlat kialakítására késztetik, de ezek elvezetnek oda, ezek az esetek, hogy a bűnözők is megismerjék, a média a nyilvánossága nem is árt, hanem használ, hogy bizony a magántulajdont és az otthont azt mindenkinek tisztelnie kell, tiszteletben kell tartania, és ezek olyan értékek, amit a magyar állam és a magyar jogalkotók is elsődlegesnek tartanak. Emellett természetesen fontos téma, itt elhangzott többször, a vadászoknak, és itt akár a lőszertöltés is egy olyan előrelépés, amit szintén jó magam is többször hallottam, hogy ez megkönnyíti a vadászok életét. Ugye a vadászat annak ére, és itt megint egy mentalitásbeli, már jó magam nem vadászok, és tulajdonképpen a sporton túl ennek egy komoly vadgazdálkodási szerepe is van, hiszen azok a sportvadászok egyébként, akik ezt folytatják,
szabályozott keretek közt folytatják, hozzájárulnak a vadgazdálkodáshoz, hiszen nem arról van szó, hogy ezt bármilyen korlátok nélkül lehetne tenni. Bizony ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy fent maradjon a megfelelő vad létszám, és sok esetben a termőföldeknek az egyensúlya is és a terményt megóvják. Tehát ez önmagában nem csak sportkérdés, bár sokan ezt sportként űzik. Hozzáteszem, ők meg is fizetik általában az árát, ami szintén a gazdálkodásba, jó esetben a vadgazdálkodásba fordítódik vissza a vadászegyesületek által. Tehát ez egy zárt és komplex rendszer, amit nem kell ellenségként tekinteni, és egy olyan rendszer, amelynek véleményem szerint meg kell adni a bizalmat. Az már szintén egy másik kérdés, és itt megint államtitkár úrhoz fordulok, hogy a vadorzók ellen viszont kérjük a komolyabb fellépést, hiszen számtalan esetben azt is elmondják a vadászok, hogy az olyan illegális vadászati tevékenység, ami sajnos sok esetben, akár becslések szerint az 50%-át is elérheti a legális vadászati kvótáknak, nagy mértékben károsítja a vadállományt, nagy mértékben és sok esetben megvalósítja az állatkínzás BTK bűncselekményét is, de a nehezen feltárhatósága miatt és a jogi szabályozás miatt még nem kellően hatékonyan üldözik. Ezekre, bár tudom, hogy történtek lépések, de azt kérem, hogy próbáljon meg a belügyminisztérium, illetve a kormány olyan szabályozást alkotni, ami kellő eszközt ad akár a vadőrök, vidéknek a biztonságát fenntartók kezébe, és a törvény legkeményebb szigorával lépjünk föl azok ellen, az emberek ellen, akik a vadállományt és a vidéknek a biztonságát is dézsmálják, és egyébként a BTK-ba ütköző cselekményeket követnek el. Úgyhogy ezekkel a kiegészítésekkel együtt és a jövőbe betettel, hogy talán elindul valami itt a lőfegyvertartás mederben, természetesen mederben tartva, de elindul valami lőfegyvertartás ügyében. Kérjük, hogy ne álljanak meg ezen az úton. Azokat az egyébként bátornak tűnő lépéseket, amelyek viszont még dogmatikailag kidolgozásra várnak, és a jogi szakma várja, hogy ezek kellően kitöltésre kerüljenek, tegyék meg, ne maradjanak ezek meg a szóla szintjén, hanem a valódi jogesetek és a valódi jogalkalmazásnak is nyújtsunk lehetőséget, és ezáltal a magyar jogkövető állampolgárok védelmére is. Köszönöm szépen!